A lengyel-magyar versenyen sikeresen szerepeltek a karcagi Nagykun Református Általános Iskola tanárának diákjai. A három fős csapatok jelentkeztek a nemzetközi versenyre, amely összetett feladatokból állt. A refiből három csapat indult, a háromfordulós versenyen az iskolai forduló után két csapat mehetett tovább a következő fordulóba. A három csapat, a 7. A-s Bodnár Tímea, Kovács Tímea és Kovács Anna, a 7. B-ből Szabu Stefánia, Deák Virág, hozzájuk csatlakozott Péntek Anna 6. B-ből, és a 6. B-osztályos csapat tagjai Kovács Péter, Sarkadi Nóra és Németh Kamilla voltak. Októberben érkezett a meghívó erre a pályázatra, hogy három fős csapatok jelentkezhetnek erre a nemzetközi versenyre. Nagyon érdekes volt, összetett feladatokkal, és hát nagy nyereménnyel, nagy jutalommal kecsegtették a gyerekeket, úgyhogy egyből nagyon sok jelentkező volt. Nem is egy csapatom, hanem három csapatom indult. Három fordulós volt a verseny, de az első forduló után kiderült, hogy az iskolából tovább nem mehet már csak két csapat, bármennyire jó eredménnyel szerepelt a harmadik csapat is. A feladatok között egy magyar és egy lengyel nemzeti park értékeivel kellett megismerkedni. Meg kellett ismerkedni a gyerekeknek két nemzeti parkkal. Egyrészt a Hortobágyi Nemzeti Parknak a védett értékeivel, a másik pedig, ami sokkal nehezebb volt a gyerekek számára, a lengyel Wolinszki Nemzeti Parkkal. A lengyel Wolinszki Nemzeti Parkról kaptunk egy leporellót, ami angol nyelvű volt, úgyhogy még ilyen jellegű feladataik is voltak a gyerekeknek, hogy le kellett ezt fordítani magyarra, és úgy megismerni az ott élő lényeket, növényeket és állatokat. Azért kaptunk segítséget a kollégáktól, mert Halmai Évike, angol tanáruk segített a gyerekeknek ezt lefordítani. A lengyel feladatot angolból magyarra kellett először lefordítani. Ebben Halmai Györgyné tanárnő segített a gyerekeknek. Az első forduló önálló volt minden csapatnak. A másodikban a lengyel-magyar barátságra és a nemzeti parkra kellett logót tervezniük és kisfilmet is készítettek. Az első feladat az egy tesztnek a kitöltése volt, miután megismerkedtek a gyerekek a két nemzeti parkkal. Egyenként kellett leülniük, és azt a 100 pontos feladatot külön-külön megoldani, és mindenki a saját pontját vitte csak tovább a későbbiekben, és akkor így derült ki, hogy a két csapat, vagy a három csapat közül melyik az a kettő, ami mehet tovább. A következő forduló az már jóval összetettebb volt, ott kellett logót tervezni, különös tekintettel a lengyel-magyar barátságra, a gyerekeknek, a két nemzeti parkra, meg kellett a két nemzeti parkot is jeleníteni. Szerencsére a csapatokban vannak gyerekek, akik nagyon ügyesen és szívesen rajzolnak, úgyhogy majd mutatok erről képeket, hogy milyen logókat is sikerült készíteniük. Kisfilmet is kellett készíteni, városunknak valamelyik védett értékéről, amit véd egyébként a Hortobágyi Nemzeti Park, és amire szívesen felhívnák a gyerekek a figyelmet. Úgyhogy az egyik csapattal a Kunhalmoknál jártunk, ott készítettünk kisfilmet, a másik csapattal pedig elmentünk egészen a Hortobágyig, a Madárkórházba fogadtak bennünket szívesen, és még egy műtétet is, egy kismadár műtétet is sikerült a gyerekeknek megnéznie. A refis csapatok első csapata első, a másik negyedik lett.